biztos. Nem, a másiknál sem biztos, mert akkor így legalább egyféleképpen be tud állni, és nem forog ide-oda. Még rá, hogy jönnek emberek. Mondjuk be, hogy jöjjenek be az emberek, kívülve. Még csak bemondom, hogy... Aki szeretne részt venni a ma esti programon, azt javasoljuk, hogy fáradjon ide a rendezvény csűrbe, ugyanis nagyon rövid időn belül kezdjük. Bíró Lajost kérjük, hogy még ne fáradjon be, hanem mindenki mást. Aki becsűr ide, az most még időben érkezik. Vannak még kint egyébként, akik itt a környéken leledzenek? Mert akkor, ha nem, akkor végül is akár nem. Akkor szerintem egy kis zenével kezdjük. Rendes rockstar módra gondoltuk. Na, és akkor most kérünk egy nagy tapsot Bíró Lajosnak, akiről azt gondoltuk, hogy nem róla szól a fesztivál, de aztán most már kezd úgy alakulni, hogy mégiscsak róla szól ez az egész fesztivál. Egy Taste of Bíró Lajos fesztivállá kezdünk alakulni, de most alanyi jogon itt van, most nem fogjuk lehúzni a mikrofonját, kivéve, hogyha úgy viselkedik nagyon, hogy mégiscsak erre szükségünk lesz. Lajos, vannak kiskorúak a teremben, csak jelzem, jó? Hát ez a kiskorú, én azt gondolom, hogy ez a kiskorúak problémája. Igen, tehát, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy kiskorúként részt kell vennie, akkor konzultáljon előtt a szüleivel, felelősséget nem vállalunk. Gyere, keverjed, azért, gyere. Oké. Okay. Lajos, mi a munkamegosztás? Várjál, mi a munkamegosztás? Gyerekek, és most Isten őriz, hogy valakit, bárkit megsértenék, de ilyenkor szoktam megsérteni mindenkit. Egyébként ugye azt szokták mondani, ugye, hogy a dolgozni minden hülye tud. Dolgoztatni. Az egy művészet egyébként. Úgyhogy, hogyha bevezetésként minden esetre mondok nektek egy viccet, jó? Oké, okay, leülök. Hozok egy széket. Fizika érettségi van, bemegy a diák, azt mondja neki a tanár, hogy tiszteltem. Szia Gézem. Azt mondja a tanár, hogy új szisztémával dolgozunk, azt mondja, az életből hozunk példát. Ha megy, megy, ha nem, akkor sajnos nincs mentőkérdés, nincs semmi. Köszönjük szépen. Azt mondja, hát tanár, oké. Okay. Vonaton utazik, a fülkében nagyon meleg van, mit csinál? Azt mondja, kinyitom az ablakot. Nagyon jó, azt mondja. A vonat 100 km-es sebességgel megy, a macska az itt van. Aki egy kisbaba egyébként. Igen, bocs. Ja, igen, elnézést. Szevasz, drágám. Egy elegáns sotás. Bocs. Ezért. Tehát azt mondja, a vonat 100 km sebességgel megy, a kabinnak a térfogata ennyi, 20 centis a rés, mennyi idő alatt cserélődik ki a levegő? Nem tudja. Hát de tanár úr, nem. Nagyon sajnálom. Megvan buktatva a kész. Majd pótvizsgán találkozunk. Következő, kimegy. Szóval mi mondta, szóval gyerekek, én hülye mondtam, hogy lehúzom az ablakot, onnantól megdőlt minden, baznak, kész. Bemegy. Szintén az életből a példa. Vonaton utazik, nagyon meleg van, mit csinál? Szóval leveszem a kabátomat. Azt mondja, ha, oké, okay, de még a kalóz fölfelejtette a fűtést, még melegebb van vagy. Azt mondja, leveszem a pulóveremet is. De közben a páratartalom is megnövekedett, és mégis azt mondja, leveszem a pólómat is. Azt mondja, igen, de hát a kabin tele van buzikkal. Azt mondja, engem nem érdekel, tanár úr, ha megbasznak is, de hogy az ablakot nem húzom le, az biztos. Na ez az indítás, gyerekek, jó? Ilyen erős indítás. Na, innen már csak fölfelé, Bocsánat. Szóval, akkor lássunk neki. Először is azt mondd meg, légy szíves, hogy azért mégiscsak mire számíthatunk, hogyha látom, tipikus erdélyi konyhával készültél, tehát azok az alapanyagok. Itt a havasokból, igen. Hát nézd, az adorja a bárányjal villog, bazd meg, érted? Én nem tudok mivel villogni, csak langusztával, kész. Ennyi, hát én onnan jöttem. Budapesti langusztá. Ennyi, budapesti langusztá. Nekünk ez van, nekünk ez a farm to table. Gyerekek, az igazság az, hogy próbáltam mégis alkalmazkodni a helyi viszonyokhoz, úgyhogy nem hoztam a feleségemet.
egyébként nem volt rossz. Most mi van? Ez most végre mondott egy jó poént, akkor is itt színott. Élet első jó poénja volt. Tehát a pacallal készültem. Az első étel, amit be fogunk mutatni, ez egy pacal karbonára. Semmiféle különösebb nagy trükk nincsen benne egyébként. A tésztát a pacallal helyettesítjük. Egyébként csinálunk egy parmezános hollandi szószt, ugye, amivel nem fogok itt nektek kínlódni, gondolkodjátok egyébként. A Dávidnál figyeltem, épp hogy ki nem volt tálalva előre már minden egyébként, érted? Hogy nem kínlódunk annyit. Egy kérdés, ezt a Dani fiat csinálta egyébként? Nem. A Dani fiam az ezt a fajta hollandit, amit én csinálok egyébként, hát enyhén szólva leszarozza. Tehát azt mondta, hogy az is van benne, persze. Nekem a másik kérdésem lenne, bár nem vagyok a Dani fiat. És termomixel készül, ugye? És ez mi köze a hollandinak a karbonárához? Ez még egy apró kérdés. Mint ahogy a többiek itt, ez a társaság nagy része tudja, ugye van New Yorkban egy étterem, aminek az a neve, hogy Ivan Ramen. Ez egy amerikai zsidó, vagy egy orosz zsidó gyerek, aki Tokióba nyitott egy ízét. Mindegy, nagyon csúnyán beszél, és ő szokta mondani, ez az én rámenem, akinek tetszik, tetszik, akinek nem tetszik, elmegy a faszba. Kész, ennyi. Érted? Ez az én hollandim. Akinek tetszik, tetszik, akinek nem, az elmegy, ahova akar. Kérlek szépen. Maradunk. A Daninak ugye az a ízéje, a happy-e, ugye, hogy nem rak bele tejszínt, ugye, mert akkor nem hollandinak hívjuk, hanem muszlinnak. Ugye, és a másik fele pedig azt mondta, és sajnos igaza van, tehát a kézzel készített és fölvert hollandi egészen más. Ugye? De hát mondtam neki, hogy én nekem már a kezem se olyan vastag, hogy olyan sokáig tudjam verni. de ettől függetlenül tegyük bele azt a parmezánt, amit benne van. Jó, oké. Na milyen lett? Nézzük. Gyerekek, ez ott van. Oké. Okay. Az elégedettség nagyon fontos. Zárd le. Oké. A jó vacsora elmény legfontosabb kellék az elégedettség. Tehát az a lényeg egyébként, hogy csinálunk egy hollandit, kérlek szépen a hollanditba pedig bele fogjuk rakni a beízesített, befűszerezett pacalt, kicsit megdíszítjük, és eladjuk a hülye vendégnek drága pénzért. Ennyi. Ez a lényege az egésznek mindig egyébként. Annak idején Gere Attila mondta... Milyen étteremben dolgozol most, Lajos? A gyerekek, nyugodtan mondhatom, mert ugye már nincs éttermem, érted? Tehát szóval ez az eredménye. Úgy könnyű. Úgy könnyű. Ugye? Na majd akkor ugye? Jövünk oda. A Gere Attila mondta, annak idején még akkor a régi fénykoromban, azt mondta, hogy nálam pofátlanabb, szemtelenebb szakáccsal vagy séfel nem dolgozott, aki... De mondom, hogy macska van itt, gyerekek, nem? Nem? Azt mondta, ugye akkor abban az időben divat volt ugye a nitrogén. És kérlek szépen, akkor figyelj ide, rakjunk. Mit rakjunk? Nem rakunk semmit. A csipeszt. Na, a csipeszt, így van. Ebből látszik, hogy fine dining fogás következik. Így van. Hoppá, így. És kérlek szépen, és akkor a Mangalica szalonnát megnitrogéneztem, egy szelet bagettet olívóolajjal, fokhagymával és ezével zöldpetrezselmel megborítottam, rátettem, és azt mondtam abban az időben, hogy 2004. Érted? És akkor azt mondta, hogy ilyen drága zsíros kenyeret még nem evett életében egyébként, jó? Most már ez lassan olcsónak fog számítani. Na, azt mondja, gyerekek, és ennyi idő alatt, amint látjátok, hogyha az ember normálisan odafigyel és dolgozik, ugye akkor kész is van egy pacal karbonára. Ugye? Tessék. Egyébként a Dávidnak csak a reflektál néző, hogy a tejszín van benne. Sok mindenről köztül, de azt is tudják rólam, hogy nagyon, nagyon szeretem a tejszínt és a fokhagymát. És a Molnár B. Tamás, még amikor jóba voltunk, akkor azt mondta nekem, hogy Lajos, a tejszín, ez porzalmas az meg, hogy az egy könnyű siker. És akkor azt mondtam, hogy Tamás, én kurvára szeretem a könnyű sikert egyébként, amire nem kell annyira megmelózni, jó? Na! Lajos, azért mielőtt kitálalod az egész, egészet, gyerekek, picit komolyabb. Ne ragudjatok, a két műsorvezető, ugye? Azért van itt, hogy valamit csináljanak, vagy én pofázok? Nem, most próbálnánk. Sőt, én egy picit komolyabb vizekre is szeretnék evezni. Már nem nősülök.
Szóval, ugye itt vagyunk Erdélyben, és egyébként pont együtt. Gyűrűt is mindenképpen hoztam. Szóval együtt voltunk itt először, amikor egy ilyen gasztrotanulmányotom voltunk. Nem, minden nem kell elmondani. Jó, ugye az Adorján meghívására. És emlékszem, hogy akkor azért picit ilyen előítéletekkel érkeztél, és ahhoz képest egy óriási nagy változás volt már az a negyedik nap végére is. Ugye, hát én már egy vén hülye vagyok egyébként, tehát azt mondom, hogy őszintén. 20-20-valahány évvel ezelőtt kijöttünk egy csapattal, kérlek szépen, Gézánál is voltunk, amikor 20-valahány motoros volt, vagy mit tudom én, kérdez a boxiékkal, kijöttünk Székely-Véckére szétnézni, vagy valami, vagy a Marosvásárhely mellett van egyébként, és az ottani polgármester rendkívül büszke volt, hogy a két vagy három falunak volt a polgármestere, és a három faluba két cigány család lakott, és mindenki magyar volt és székely. Én gyerekek, megmondom őszintén, hogy a Géza ugye az nem odavaló, ugye ő Aradon van, ugye ilyen szarokat, amit ott ettünk, én életemben nem ettem. Se a pac, semmi, de borzalmas volt. Nem tudtak levágni egy birkát, nem volt semmi, vagy valami, minden a Tesco-ból jött, vagy valami. És azt mondtam, hogy én a lábamat többet ide be nem teszem. Majd láttam egy jó pár évvel ezelőtt a Borbás Marcsinak egy műsorát, amiben Székely udvarhelyen a húsvétkor megáldják a kajákat, vagy valami, kérlek szépen, és utána megmutatták egyébként, hogy a ízét, hogy a... A békön, igen, jó, oké. Ha bassza, figyelj, megy. Na, eszembe se jutott. Ez az, látjátok? Hát, valaki odafigyel, egyszer elmondják neki, azt csinálja. És kérlek szépen, és csinálta a húsvéti töltött bárányt, itt, amit a bárányról szó is volt, ugye, és a megmaradt tölteléket, azt rátette egy téglalap alakú kalácstésztára, rátette a maradék tölteléket, és ráfonta a kalácsot, és megsütötte. És azt mondtam, hogy engem nem érdekel, de én ebből a töltött kalácsból enni akarok egyszer, vagy valami. És egyszer a Hold utcai piacon, kérlek szépen, jött egy nagyon szimpatikus, kerekseggű kislány, kérlek szépen, aki ott lögdösi a férjét, kérlek szépen, hogy szólj az öregnek, azt mondja, szólj az öregnek, tudod, valami. És akkor megfordultam, és akkor ott álltak a Adorjáék, kérlek szépen, és mondom, hogy tessék, azt mondja, hogy hát hogyha lenne egy pár percem, vagy valami, hát mondom, jó, hát beszélgessünk, vagy valami. Elég flegma voltam az elején egyébként, vagy valami. Pedig akkoriban már nem lőnelt vele egy szóba senki, nem? Igen. Egyébként igen. És elég flegma voltam, és mondtam, hogy haragudjatok, de hát én nem. De mondom, valahogy ízéltem, mondom, a Székely udvarhelytől mennyire van ez a Zsigmond anya? Hát mondják, hogy ilyen 20 perc, fél óra. Na, akkor egy kicsit változtattam a beszélgetés tónusán, azért mégis azért. Mondtam, hogy hát esetleg akkor és akkor megbeszéltük, hogy akkor csinálunk egy vacsorát is. Anyagiakban megegyeztünk, mondtam egy nagy számot Adorjának, azt mondta, le van baszva, itt van, tessék. Nem számít. És kijöttem, és én az elmúlt 15 évben Tókióba inspirálódtam igazán, töltöttem föl, és utána itt. Tehát amit nekem akkor, és akkor már elkezdődött itt a Pávába is egy-két dolog, vagy valami, másfajta gondolkodás, és amit a tíme nekem lerakott az asztalra, az olyan volt, mint a visszajött volna a gyerekkorom. Bocs, hát, kurva jó ez volt. Ez történt érted? Ott is. De eszméletlen volt, gyerekek, hogy azt, amit oda letettek, ez fantasztikus volt egyébként. És akkor azóta járkálok ki, vagy valami. Hozzáteszem egyébként, hogy utána én rá egy másfél hónapra, januárban kijöttem egyedül, beköltöztem oda a malomfogadóba, vagy valami, és reggeltől estig főztünk a tímeával. És ugye, amikor hazamentem, akkor... És még egy fontos dolog. Nem tudom, hogy vannak-e bulvár újságjuk, de könycseppeket vélek felfedezni a Lajos szemében. Hazamentem, és mondtam a feleségemnek, hogy kihoznám egy-két hónapra, mert a tímea az így néz a férjére. Igen, Leventén. Igen, Leventén. Természetesen Leventén. Mondtam a Hildinek, mondom, bazzek, ezt az életben nem láttam még tőle. Azt mondtam, igen, drága. Tényleg nem láttad. Úgyhogy, tehát fantasztikus volt. És ugye ennyit számít egyébként. Egy pozitív élmény, egy pozitív dolog. És akkor elindult valami, akkor kezdődött ez az egész, még csak azt hiszem legalábbis. A Adorjánnal azóta is van egy ilyen nagy izénk, milyen az a rántott hús, a sajttal töltött rántott hús, vagy melyik az, ami
A sajtos karaj, ezen ízértünk, ezen én ki voltam bukva, és ízérte ő is, és aztán mondtam, hogy csináljunk egy jó sajtos karaj, de azt mondta, hogy a sajtos karajnak a nevét se akarja hallani egyébként a gyalami. És akkor, és azóta járok én is ki. Hát, ilyen élménye volt szerintem a Attilának is egyébként, ő neki nem régiben, de ő viszont intenzívebben csinálja a dolgot, mint én csináltam egyébként. Fantasztikus volt. Csak annyit mondok nektek, ugye, hogy jó hájas tésztát egyébként Budapesten, meg egész Magyarországon nagyon ritkán tudok. Én legalábbis ritkán jutok hozzá. Megreggeliztem, ahol megyfakérekbe volt a jutúró, meg ilyen, amiket mi kamuból szoktunk csinálni, tudjátok, hogy a vendéget kábítsuk, vagy nem, ez itt természetes dolog. Itt tényleg úgy tárolják, és úgy csinálják az egészet. Agyon zabáltam magam, majd kiültem az ajtó elé szivarozni, és gyerekek, mire elszívtam a szivart, kijött a Tima, és azt mondta, hogy Lajoskám, azt mondja, mert sütöttem egy kis hájas, megkóstolod. És komolyan mondom, hogy magam alá vizeltem, érted? Hát, hogy azt mondtam, hogy ilyen gyerekek, ilyen nincs. A mi országunkban ilyen feleségek sincsenek már helyel közel szerintem, meg egyáltalán ez az egész fantasztikus volt, vagy valami. Úgyhogy én azóta nagyon szívesen járok ki, amikor hívnak és adnak egy csomó pénzt, akkor jövök természetesen. Ez amikor... majd ilyen őszinte nap. Hát jó, úgy vagyok, mint a jó kuti, tudod. Vaj, nem én na. Vagyok őszinte, te. Gyere, vétányért tegyük ki, jó? Oké, na. Gyerekek. És ha már pacal egyébként, akkor ugye te mindenhol, bárhova utazunk, vagy bárhova utazol, mindig a pacal az első, amit megkóstolsz, nem? Egyébként igen. De ugye és érdekes módon egyébként, szóval, hogy annak idején, amikor legelőször voltam kint, akkor úgy ettem a pacal levest idekint, hogy kértem 4-5 adagot, és akkor összeszűrtem belőle a pacalt, és akkor azt úgy beleraktam egy tányérba. De a most legutoljára, amikor kint voltam a Covid előtt, akkor a TMA-val valahol itten, valahol az út mellett volt egy fogadó, ahol végre tejszínes volt, végre volt benne egy kis zöldség. Tehát végre egy olyan ízvilág jött össze egyébként, amit én is nagyon szeretek, vagy valami. Tehát nagyon sok pozitív változáson mentetek keresztül. Ez körülbelül olyan, mint nálunk 15-20 évvel a gasztróforradalomra titulált akármi. Én csak mindig arra figyelmeztetnék, mindig valakit, és az adójának szoktam mondani, hogy sajnos a forradalmat nem azok szokták befejezni, ahol elkezdik, és én azt kívánom neked, hogy te viszont fejezd be ezt a forradalmat. Jó? Tehát jön a pacal, jó? Oké, gyerekek? Köszi. Forradalmi pacal, köszönjük szépen. Így van. A pacal maga egyébként hogy készült, mert arról szinte semmit nem mondtál, jó, hogy gyerekek, a fűszerezéssel rohadt egyszerű, elkészítése. Rohadt egyszerű, ugye? Mi a kedvenc fűszerem? Tejszín és a fokhagyma. Erről szól a világ, ugye? A pacal meg van abálva, föl van tekerve, le van fagyasztva, és utána a géppel föl van vágva, ezáltal egy kicsit hosszabb lesz. Olívaolaj, zöld petrezselyem, ugye, és itt jön az egyik heppem egyébként, vagy valami, ugye fenntartható konyha, ugye, hogy a petrezselyem szár. Magyarországon a petrezselyem szár az általában a húsleves tetején végzi, szakács így rábassza a tetőre, mert ugye azzal nem kell foglalkozni, kész, ennyi az egész. A petrezselyem szár, amikor megérkezik a zöld áru, akkor azonnal nagyon finomra, nagyon szépen megvágom, a megmaradt felső részét gyönyörű szépen vízbe állítva berakom a hűtőbe, és mindenféle frissítőhöz felhasználom. Leveshez, még az olasz tésztákhoz is nagyon jó egyébként. Úgyhogy hát ebbe is van petrezselyem szár, petrezselyem, újhagyma, snidling, fokhagyma, sóbors. Kész, ennyi az egész. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, biztos, hogy sokan nem ismeritek, még a Dávidék se egyébként. Nem, a lényeg az, hogy cukorszirupba van a csili. És majd meglátjátok, meg fogjátok érezni rajta, hogy ez működik. Na, merre vagy, Töki? Itt vagy? Oké, gyere. Azt mondja, hogy én dolgozom így itt, és ő pedig összebaszta, amit esztek, jó? Oké. Ez az étel hogy született egyébként? Ez a pacal karbonára egyébként, ez akkor lett, a Bok Józsinak volt a 10 éves, 15, nem tudom már hányos vertikális kóstolója, ahol, hogy hívják azt a Géza, tudod, azt a francia szomeliét sajt, milyen? Mindegy? Nem. Franciában élt meg minden, magyar. Egy magyar szomeli, és valamilyen Ildikó.
Mindegy, nem érdekes? Káli, ez, igen, igen, Ildikó, kérlek szépen. És akkor vége volt az egésznek, oda jött hozzám, hát benne is volt egy kicsi, azért nem sok, de csak egy kicsi, és akkor azt mondta nekem, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mi a faszt képzelsz te magadról, hogy egy ilyen ünnepélyes alkalommal van pofád előételbe egy pacalt adni, és főétel pedig ökörpofát malacfüllel, és ez felháborító vagy valami. Hát mondtam, Ildikó, mondom, hát ne haragudjat, ez van vagy valami, álltam ott, mint a hülye. Majd egy 3-4 hónap múlva bejött az üzletbe, és azt mondta, hogy még mindig nem felejtettem el azt, nem mondom, látod, ez a lényege az egésznek egyébként, hogy ott maradt az agyába, mert különben evett volna valami, mással se tudta volna, hogy mit evett volna egyébként, jó? Oké, na. Így, né. Hát gyerekek, azt hiszem életemben most használok harmadszor csipeszt egyébként. Nagyon jól áll. Egyébként. Eddig mindenki őrizd használta. Meg, a rántott húsozóban nem használjátok? Nem. Igen, és akkor... Jó. Közben elindíthatjátok azt a szart, hogy lássanak valamit, jó? Oké. Ez most a videó felkonferálása volt. Igen, jó, oké. Fordítok! Ha valakinek nem lenne egy példány elég Lajosból. Ezeket a kajákat úgy nézzétek, hogy 15 évesek. A Bakcsi Árpi csinálta egyszer egy San Sebastiani fellépésre. Táncolsz is bennem? Akkor meg... Igen, abszolút, igen. Ezért a... Na, tessék! Azt mondja, így néz ki egy pacal carbonara nálam egyébként. Gyerekek, rakjunk rá ilyen műszart, ha? Vagy ne? Nem rá, a Dávid rázza a fejét, azt mondta, ne. Oké, jó? Oké. Jó. Szépen azaz. És egyébként az ételeidet, mondjuk egy 15 éves ételt, azt menet közben néha van, hogy mit tudom én, azt mondod, fú, ez már egy picit úgy túlment az időn, valamit, gyerekek, az valamit idő, változtatok. Az idő változik. Annak idején az a fajta szakács voltam, aki, hogyha elment valahova, mindig valami újdonságot akart mutatni. Aztán rájöttem, a franciák kitanítottak ebből a dologból, nem kell villogni gyerekek mindig új dologgal, mert ott 50% mindig belebukunk. Nem. A régi beváltat kell nyomni, mert ezt ki a lófasz ismerítem, hogy ezt a pacal karbonárét érted. Itt meg tudom mutatni, és halálbiztos a dolog. Tehát biztosra megyünk. Nem variálunk egyébként. Annak... Ezért vagy egyébként itt, mert szeretünk volna egy fiatal kedves séfeket bemutatni, igen, de itt van egy öreg, aki már beváltat, egyébként, pontosan, így van, gyerekek, ugye? Ugye? És a ízét, és ugye a Andrással voltunk egyébként, ugye a meg te is voltál egyébként a Four Seasons-ben, amikor volt a francia vacsora. És akkor ugye volt nekik egy csirkemell, Bresci csirkemell. És amikor mentünk a vendégek közé, gyerekek, mindenki kérdezte, hogy Lajos, csirkemell milyen lesz? Vagy mi az, hogy mindenkit, mert mindenki valami csodát várt. Tudjátok, mit csináltak a franciák? Szarvasgombával teletolták a bőr alatt az egészet, megsütöttek és odaadták. És akkor megyünk, és azt mondja, hogy te Lajos, marzak, hát ez egy egyszerű csirkemell. De mondom, gyerekek, hát az van beírva, hogy csirkemell szarvasgombával. Mit vártál, vagy valami? És nem kockáztattak. Tehát nem kockáztattak. Lyonba 20 éve ugyanazok a kaják vannak egyébként, és ha el tudják adni, akkor nem kell vele variálni egyébként, úgyhogy ez működik. Na, úgy, na, a sok, figyelsz, valamelyik lett maximum kettő, mert valami fejre áll. Igen. Azt a macskának adjátok. Igen. A tripla csili is mehet a macskának. Jó? És most, hogy megszületett a tökéletes rámen 3 évnyi kísérletezés után, most mi a következő ilyen nagy projekt, ami szerintem most ami a rámen tészta lecserélődik majd pacarra előbb-utóbb. Nem, komolyan, tehát mi nem. A következő ilyen nagy... A következő nagy lépcső egyébként, ugye, hogy... Szóval, gyerekek, higgyétek el, 72 éves vagyok, és ha leállok, akkor ugye meg fogok hűlni egyébként, tehát előző leszek, vagy valami, és kérlek szépen, hogy nem szabad megállni. Tehát ugye az emőke, ugye a... Mondtam, milyen idő lesz? Azt mondja, a Lajoskám azt mondja, süt a nap, de hideg lesz, úgyhogy a gatyarengető kis vékony piros nadrágodat hagyd ott van a francba, azt mondja, érted? Tehát, hogy
Én nem tartom a konvenciókat, hogy azért, mert 70 éves vagyok, akkor nekem úgy kell viselkedni. Én így viselkedek, ahogy gondolom, úgy öltözködök, ahogy gondolom egyébként. Nem szabad egyébként ebbe belemenni. 25 év után tudtam elkészíteni a práteres csülköt, kérlek szépen, ami tessék. Tehát így élek én. Látjátok? Hallott? Hoppá, hoppá! Vigyázz a szöveget! Szemtén nem vagyok én goromba. Lecsúszott itt hatökör is, hát ez a régi tárcson. Így van. Na, ennyi. Minden gyereke. Nap megnézed ezt a filmet, Lajos? Igen, nem. Ezt, gyerekek, ez most azért került elő, mert a kisfiam átalakította otthon a lakást, és pakolnunk kellett, és akkor előjött. És pont most úgyhogy ezért volt. Na, a zöld olajat nem én csinálom, tehát ezeket a kisfiammal csináltatom meg, tehát ilyen izékat ezzel szóra. Aki azért annyira már nem kicsi, se nem fizikailag, kicsi, se korban. Tehát izék a... Na, hát gyerekek. Hogy szokták mondani? Na, séta. Na. Ki lehet jönni, meg lehet nézni ezt is egyébként. Ne jöjjünk ki szerintem, inkább maradjunk ott, és kivisszük, mert jobban működik. Okay, jó. Na, a következő étel... És megint csak azt kérjük, hogy elég sokan vagyunk, hogyha valaki tud párban, akár hármasban jó. Kóstolni valakivel, az, akkor többen fognak elkeket hozzáférni az élményhez. A kollégák nyugodtan megkóstolhatják, és lehet tanulni, jó? Nem szégyen. Jegyzetelhetnek is. Jegyzetelhettek. Már tudom, hogy mi lesz jövő héten a séfajánlat a rutinban. Igen. Meg a pávában. Ugye egyébként, hogy a vendéglátás merre halad, ugye ezt már a Dávid egyébként mondta, hogy nála most a sláger például a krumpli, vagy mondjuk egy hagyma, vagy bármi. Tehát, hogy aránylag olcsó alapanyagot, időzelbe téve, de nagyon jó minőségűt, technológiailag, technikailag olyan minőségre fölhozni, amit drágán el tudunk adni. Ez felé fogunk menni egyébként, vagy valami. Tehát egy ilyen... Tessék? Egyébként hogy a perc? Csak világos, hogy jól. De tessék? Drágát is, így van pontosan, de ezt fele megyünk, hogyha, tehát a fennmaradásunknak az egyik, ezért, hogy a nagyon drága alapanyagok oda vannak. Ugye én mostan be fogok mutatni egy nagyon drága alapanyagot egyébként, ugye, mert itten a Borbás Marcsi műsorában szoktam mondani, amikor mondja, hogy jaj, Lajos, mondom, gazdag konyha, gyerekek, gazdag konyha. Most egy gazdag konyha fog következni. Ez viszont egy új kikísérletezett dolog, vagy egy tál kell hozzá, majd tudod, jó? Tatál, így van. Jó, oké. Szürpríz lesz? Nem. Tehát, megint pacal. Egy mizós rámenbe megvan abálva a pacal, utána megvan reszelve a huruttal, és erre a hurutra fogunk tenni... A hurutot azért magyarázd el a helyieknek, hogy mi az, mert szerintem meg szeretnék tőle tanulni. Igen. A hurut, és akkor a fogunk csinálni egy langusta tatárt. Tehát mindenkinek szólok most, ez a tatár nincs megmaradva savval, nincs sem mézé, abszolút nyers, mert addig lesz lágy, vagy valami. Azért langusta, mert karabinírozból szerettem volna megmutatni, de olyan rohadt drága, hogy eszméletlen, tehát 70 ezer most kilója, vagy valami, ez csak 65 volt, nyugi. Nyugi. Oké. Okay. Szuvidálódott a vonat. Nálad, tehát, hogy egy ilyen étel mondjuk hogy születik nálad fejben? Tehát ezen így látsz valahol, valami inspirációt, én nekem azért utazol. Van egy pár ötletem. Van eleve rámen ugye a bujadisznókban. Mert azt azért, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy nekiálltál hát ezért főzni egy rámen, nem, marináljál benne valamit. Hát de még mindig jobb, mint hogyha sima vízbe főzöm. Ez tény. Ugye? Így, né? Kérlek amúgy szépen. Amúgy is készített hurutot a Lajos. Egyébként igen. Így. Oké, egy pici sót fogunk majd csak neki adni. Várjál, van itt víz? Ott van. Ja, igen. Itt a só. Jó. Jó. És ami érdekessé teszi az egészet egyébként, az a... Köszönöm. Érdekessé teszi az egészet. Van egy rákolaj. Ezt a rákolajat, gyerekek,
Faszom, hogy nem fogom kiordibálni a belemet itten. Figyeljetek! A rákolajat egyébként scampiból, tehát nem garnélából, nem izéből, scampiból csináljuk. Minden részét, a hús részt, a húst kivéve, tehát a rákhúst kivéve, beledobjuk az izébe, a Thermomixbe, 80 fok, 15 perc. És lesz egy eszméletlen, kellemes, nagyon jó rákolajunk. Úgyhogy... Egyébként igen. Így. Így, és akkor egy kis olívaolajat adunk még neki. Itt? Na de ott a Zsófinak nem válszoltál, hogy akkor hogy jön létre ez az étel? Tehát, hogy mi az inspirációs folyamat? Nálam az inspiráció úgy alakult ki, én egy autodidakta szakács vagyok, nem volt soha mesterem, vagy valami, végeztünk egy iskolát, hát ez egy nagy kalapszar, ugye sajnos. És a izét, és amikor az amerikai követségre kerültem, akkor nekem volt a memorandumomba ez a munkaköri leírás, hogy mi a tököm, és izé kérlek szépen napi 2 óra biztosítva arra, hogy tanuljak. Ez volt, hál' Istennek volt szakmai könyvtár is, és én ott kezdtem el tanulni. Na most, mivel nem beszéltem, és ma se beszélek angolul, ezért azért ki tudtam szótározni, hogy működjenek a receptek, de nekem igazán akkor működött a dolog, ha vizuálisan láttam. És nekem ez meg is maradt egész életemre. Tehát vizuálisan kell látnom valamit, és abból akkor megindul az agyam, ha megindul, és akkor abból kivariálok 66 féle dolgot. Kénytelen voltál feltalálni a YouTube-ot? Egyébként igen. Úgyhogy... És akkor mondtad, hogy Tokió volt az, ahol feltöltöttél, és ott mi az, ami megfogott? Hát a jó kuti. A jó kuti. Olyan aranypofi. Hát gyerekek, ugye Japán az egy olyan világ, amit nagyon nehéz elképzelni. Tehát annyira perfekcionisták, hogy valami elképesztő egyébként. És nekem nagyon bejött. Tehát életem legjobb kávéját Japánba ittam, Tokióba. És azóta sem múlta fölül senki azt a kávét, egy alternatív kis kávéfőzőbe. Gyerekek, ilyen magas volt a kremája az eszpresszónak. Elképesztő volt. Olyan alapanyagokat láttunk egyébként, amit itthon soha nem is kóstoltam még. Pedig azért egy-két jó helyet bejártam a világba, vagy valami. Szóval ott lehetett egyébként. András elvitt bennünket, kérlek szépen, a második nap, azt hiszem, a valamelyik metró minus második szintjére egy ilyen rámenezőbe, és akkor én ott hagyat vertem magamért. Szóval ez valami elképesztő volt, és akkor azt mondtam, hogy akkor én ezt meg fogom csinálni. Természetesen mindjárt vettem irodalmat hozzá, ezért kérlek szépen, utána nem szólt Iván már. Ráment, és azt még akkor nem, Iván ráment még akkor nem volt jelen, és kérlek szépen, és utána fogtam magamat, Iván, és akkor elkezdtem vele foglalkozni, és minden 2-3 hónapban fölhívtam az Andrást, hogy szerintem már jó. De egyébként közben bevittem a Metro Vevőakadémiára, amikor voltak ilyen főzések, és ott a szakácsokkal megkóstoltattam, természetesen mindenki dicsérte. Az András megkóstolt, azt mondta, hogy figyelj, mint leves, nem rossz, de ez még nem az. Nem volt olyan jó, így van. És kérlek szépen idén. És idén tavasszal volt, ugye azt hiszem, idén tavasszal, akkor azt mondta az Andris, hogy megkóstolta, és akkor azt mondta, hogy figyelj, akkor most állj meg. Ennél jobbat már nem fogsz tudni csinálni. Azt, amit ott volt, úgyse tudod elérni, és ez egy természetes dolog, de egy ilyen 95%-osan megvan. Akkor mondott még egy tanácsot, amit természetesen fél évig nem fogadtam meg, de aztán utána mégis, ugye, hogy rakjak bele rántott húst a csirkemell helyett, és aztán kérlek szépen, és aztán ez így működött is ez a dolog, és azóta van egy nagyon jó rámenem, nagyon büszke vagyok rá egyébként, legalább annyira büszke vagyok rá, mint a rántott húsra, és a csülök az pedig, 1976 óta járok egy helyre Bécsbe, a Prater Kolarik Schweizerhausba, ahol eszméletlen csülök van és csapolt Budweiser. Kérlek szépen, minden 3-4 évben rám jött, hogy én ezt a csülköt megcsinálom, voltak beépített embereim, minden volt, nem tudtam megcsinálni. Tehát nem volt rossz a csülök, de az nem olyan volt, tehát hogy vaj puha legyen, ropogjon a bőr, de omlik. Érted? És most télen egyébként
unatkoztam, néztem a YouTube-ot, és a Kolarikról volt egy félórás műsor, és az öreg a konyhába beszélt egy 10 percet, és mit ad Isten, a gép előtt állt, ezért kimerevítettük a képernyőt, érted? És ott volt a kurva nénikéjét a titok egyébként, érted? Ezért van, már csak rá kellett egy kicsit dolgozni, és azóta áruljuk ezt. Mi volt a titok? Azt nem mondom már. Arra szálljonál más is 26 évet. De egyébként tényleg baromi jó mind a kettő, és a, szerintem nyugodtan lehet reklámozni, bár holnap nem érdemes oda menni, de a Fény utcai piacon Budapesten, a Bujadisznókban lehet enni. Csak szombaton mind a kettő, ugye? A rámen is, igen, meg a csülök is. Jó, rákot tegyünk még rá. És a csülköt első előre is kell rendelni, mert abból nagyon véges mennyiség van, úgyhogy ez el tud fogyni szinte mindig előrendelésben. Jó, most itt azért van a kóstolással, mert nekem rákcsigakagyló allergiám van, úgyhogy... Habár otthon kikísérleteztettem a fiammal a kóstolást, körülbelül tudom, hogy mit kell belerakni. Só mehet? Só, igen. Igen, és remélem, megvicceltek, és már rég bőven sós. Igen, citromhéj, akkor még az hadd jöjjön. Jó? Oké, na most gyerekek, tessék? És rák! Rákos. Na, és akkor az ilyen nagy projekt, rámen, csülök, rántott hús, szóval most van valami olyan aktuális dolog, ami egy ilyen célkitűzés? Nem, de márciusban megyek én egyébként Japánba, hogyha akarsz jönni, akkor következő bekattanás jöhet. Úgyhogy nem, szóval egyébként ugye megfogadtam, hogy nem megyek többet ilyen hosszú repülőútra. Ez most addig tart, hogy most egyébként most azt próbáljuk, ugye, hogy Pekingben meg lehet szakítani 72 órára az utat, és akkor mégis, szóval a Japán az gyerekek, szóval komolyan mondom, hogy azt nem tudom, hogy bunkónak néztek olyan, de hát kulturális részt azt mi nem néztünk. Egyik étteremben másztunk a másikba egyébként. Fantasztikus volt, tehát nagyon, nagyon nagyot hozott. Ugye ennek a rák tatárnak egyébként most az a lényege az én szemszögömből, hogy nem rakunk bele citromot. Pedig nagyon szeretem a savat vagy valami, de nem rakunk bele. Tehát ez el van felejtve, jó? Oké? Na, azt mondja, kiválasztunk egy ilyen kis lófasz pacalt. És miért nem rakunk bele, hogy ne hőkezelődjön, vagy igen, ne csípje meg? Nem, tehát ne kezdj el időzelvetében megfőzni, hanem maradjon meg ez a puha, édeskés, kellemes íze neki egyébként. Nem. A héjából csináltam ezt az olajat. Hát meg most reszeltél bele frissen is héjat. A citromot kérdezem. A citromhéja az benne van. De csak a citromhéja. Ne savicsítson, igen. Most elfeded a gyönyörű hurutot? Elfedjük a hurutot egyébként, igen, kérlek szépen. Mit találtunk ki erre, hogy mit tegyünk? Ja? Igen. Ez most jól fog mutatni a zöld tányéron, ezt eltaláltam. Csili csikocskák, nem arra van? Nem, azt nem. De. És ezért... Micsoda? Hát, azt most nem szeretném. Egyébként így ennyi. Van még egy kis fafülét, de azt szerintem nem erre. Az nem erre találtuk ki, nem. Nem. Oké. Na, ez a második verzió, nem egy... Ezért ne rakjuk még bele a snidlinget? Bírja. Beleraktad. De még van. Hát a maradékot belerakhatod, a fenntarthatóság jegyében. Gyerekek, hát eldolgozzuk azért itt. Oké, na, az úgy mehet. Jó, és lestján olaj van mellé. Jó, oké? Tehát... Mégiscsak Erdélyben vagyunk, ugye? Hogyan? Nem is lesen, Leostján. Leostján, igen. Reget? Na, tessék. Na, és a harmadik kaja, oké? Mert ez mégiscsak, hogy az ilyen hülyeségek tartoznak hozzám, ugye, csinálunk egy rakott malacfejet, ami egyébként mondjuk, hogy egy disznósajt. Ez a szisztémája neki. Ugye a vendég az mindig azt hiszi, hogy okosabb nálunk. Érted? De ugye sajnos mindig bebizonyítom, hogy én okosabb vagyok egyébként. Tehát a mostani divatban egyébként, mint a Réka korosztálya például, valami, ő nem, de általában ezek fiatal csajok, kérlek szépen, a kövértől, meg ezektől a mócsingoktól írtóznak.
Én ezt szoktam csinálni, azt nem eszi meg vagy alami, ugye? Hogy basszuk át a vendéget, ugye? Ledarálom. Ha ledarálom, nem látja, érted? Ugyanazt a szart teszi egyébként, érted? Tehát nincs ezzel semmi probléma, vagy valami, ugye? Persze ez nem szószoros értelemben, ez érted, de ő szerinte az egyébként, érted? Ugyanazt teszi meg egyébként, de egy kicsikét másképpen. Ezáltal ezt a fejet, kérlek szépen, megcsináltuk ilyen rakott fejnek, amire fogunk rakni sushi angolnát. Itt már lesz egy kis, ez a koreai szója, édes szójával van egy kis játék benne, és kérlek szépen azt teszünk rá, és azon kívül rakunk rá fekete gombát, amelyikben szintén ugyanaz az ízesítés van, és ide viszont jön megint az édes chili. Igen, igen, igen. Úgyhogy, hát, egész jók vagyunk. Nagyon jó vagy. Ritkán egyébként, vagy önmagaddal elégedetlen, de most sem. De most igen, igen. Úgyhogy ez a rakott malac fej lesz holnap reggel a reggelibe egyébként. Citromgéllel, wasabis citromgéllel, és mit teszünk még rá? Ja, lazacot. Tehát pácolt lazacot, ezt fogunk rátenni. Jó, oké. Okay. Na, édeskéim. Azt mondja, hogy Mária, van másfajta csipeszt is adott a gyerek. Sushi angolához másfajta csipeszt dukál. Mindig azon ízlek, hogy a tökönbe tudtak ti ezzel dolgozni. Azt mondjátok, hogy... Nem tegyem oda közelebb, mondjuk. Esik? Ja, nem. Egy kell, úgyis jó. Egy kell, csak így van. Nem variálunk beleje. Így van. Nem. Lajos, és ilyen gasztronómiai élménynél mikor volt legutoljára, amikor megint elérzékenyültél, vagy megkönnyeztél valamit? Gyerekek, ami jó, az jó, Dávidkám. Az a jó benned, hogy fejlődő képes vagy, ez látszik most is egyébként. Úgyhogy... Nem, most komolyan szóval, mikor volt még ilyen? Hát én megmondom őszintén, a Tímea volt, akinél, és akinél szerintem, ha lesz időm elmenni hozzá, megint el fogok érzékenyülni. Ugye Gál Tímea jön a Csíkmadarasi Zsigmond tanyának, ugye Zsigmond Malomnak a vezetője, alapítója, jön azt hiszem, hogy vasárnap lesz itt. És hát a rendezvény csűrben. És hát amit nem szeretnék kihagyni egyébként, és ott lehet, hogy megint elérzékenyülök, de most nincs is itt az Adorja, hol van? Elment, mert tudtad sírni, elment, fogsz. Ezért, nem akar sírni. Ugye az Adorján birka flekkenyét, vagy bárány flekkenyére fogunk majd úgy rámenni, rágerjedni. Kíváncsiak leszünk, hogy milyen. Na. De ott akkor ott nincs elérzékenyülés garancia, csak azt mondod, hogy előfordulhat. Így van, gyerekek. A kurva anyád. Séfek, érteteljenek. A Danival egyszer elmentünk, csináltunk egy vacsorát, kérlek szépen, és csinált egy levest, egy visi szóászt, kérlek szépen, és azt mondja, hogy kimerte a tányérba a lét, és akkor volt háromféle különböző adalék, amit bele kellett tenni. És egy ilyen asztal tele volt tányérral, a derekamat nem éreztem se ezzel, amire minden tányérba pontosan az, és akkor tudod, hát én azért egy kicsit lezserebbül dolgozok, mint a gyerek, és akkor így raktam bele, és akkor így megfogta a vállam, és azt mondta, hogy fater, figyelj ide, ha nincs kedved, semmi probléma, de az az igazság, hogy vagy úgy csinálod, ahogy kérem, de ha nem, akkor megcsinálom én. Tehát úgy leszarozott a kölök, érted, hogy ahogy kellett, és hát sajnos igaz. Gyerekek, igaza volt, ez a baj. Oké? Na. És akkor... gondolom, leültél azonnal egy székre. Egyébként igen, igen. Jó? És akkor mi most improvizálunk, meg gondoltam, mi a túrót rakjak erre a fekete tányérra, ugye, akkor rakunk egy kis rákolajat, kész, ennyi. Na, jó. Tessék. Jó, szerződés teljesítve, igazából abba is hagyhatod, ha gondolod. Lóvé zsebbe. Idő kitöltve, lóvé zsebbe, szerződés teljesítve. Oké. Innentől már túlóra díjért megy minden, Lajos. A rákos elfogyott? Ja, igen, vége. Annyi volt az össz cuccunk? Ha igen, jó, oké, jó. Jó. Jó, akkor mindjárt csinál, ezt még befejezzük, jó?
Közben itt nekem szép képeket csinálja, jobban néz, retusálni lehessen, tudod? És egyébként a Dani mondjuk a te ilyen signature, vagy az ilyen ikonikus ételeidhez, mondjuk a pacal carbonara, mit szól egyébként, ő mondja azt, tetszik, hogy hú, nem tetszik, nem akar rajta semmit, nem. Így nem tudom, újítani, vagy változtatni. Hát újítani egyébként, a újítani egyébként mindegyik izél, tudod? Kell még rá sópupi? Nagyon? Igazándiból eredetileg nem akartam rá sót tenni egyébként. Csak mondom, nem. És a Dani mondta, hogy egy kis só azért menjen rá, vagy valami. Legszívesebben tudod, mert ugye én azt az ízvilágot szerettem volna valamilyen visszahozni, ezt ti ismeritek egyébként, hogy amikor a karabinéroszt megpucolják, és úgy, ahogy van nyersen, ott abban a pillanatban lenyeljük egyébként, vagy nyelitek. Jó, oké? Na. Na, és most már nem sok időnk van. Akkor most jöttök, gyerekek, tessék! Most nem, jöttök. Te most pihenjél, ülj le, mert látom, hogy már nincs kedved ezt csinálni. Dehogy is nincs. De van még kedved. Besegíthetsz a tálalásban, mert itt most így tényleg van. Már a vége felé közeledünk. Én azt gondolnám, hogy legyen most az a pillanat, amikor, hogyha elégedettek voltatok a Bíró Lajos teljesítményevel, akár a gasztrómiai, akár a verbális képességeivel, akkor egy nagy tapsal jutalmazzuk meg, és köszönjük meg neki, hogy... Mi van már? Vége van? Persze, elég van belőle. Egyben, igen, szeretnénk majd miért, hogyha vége van, akkor kint egyébként egy meglepetés vár mindenkit, ugye még nem most, úgyhogy nyugodtan még mindenki a kóstolást fejezze be. Lesznek csajok? Nem pont, ez a fajta. Nem pont. Nem pont, sőt, ellenkezőleg. Gyerekek, név nélkül, még nagyon régen természetesen, nem mostanában. Egy másik valami, ember. Elmentünk egy kupiba. Tényleg szépen. Ahol a... Az igen, ezért gondoltam, hogy fejezzük be az ezt estét két perccel ezelőtt. Az egyik manák odament így a csajhoz, és azt mondta, hogy mutassatok valamit Feri bácsinak. Azt mondja, Rév nélkül, de ez nem Feri, ne félj. Azt mondja a csaj, papa, ez nem bipsó. Na, akkor szerintem itt fejezzük be, ez egy gyönyörű zárszó, és akkor tényleg még egy kis tapsot érzést kérünk a Lajosnak. Itt lesz még, úgyhogy lehet őt faggatni, lehet tőle vicceket kérni, és egyébeket még egy tapsot szeretnénk neki kérni, és aztán pedig még jön a kóstoló. És hogyha mindenki megkóstolta az ételeket, akkor pedig hagyjuk el az ingatlant, hagyjuk el a rendezvény csűrt, mert hogy itt a csűrön kívül is lesz egy csűrön túli élmény. Úgyhogy utána érdemes majd együtt kivonulni, és akkor lesz még egy pici kis meglepetés. Mi pedig itt Zsófival a gasztrocsűr dobogóján, vagy szív, nem tudom milyen van egy csűrnek, annak nincs színpadja, nem? Szóval, hogy holnap is leszünk természetesen mindenféle izgalmas dologgal a slow cooking barlangban, vagy pincében, vagy nem tudom mi ez pontosan, ott lesz hurutfőzés, ott is baromi érdekes dolgok lesznek, és itt a színpadon is lesznek magyar és román sztárséfek, kerekasztalbeszélgetés, kenyerezés, pizzázás és mindenféle egyéb, úgyhogy holnap is érdemes jönni. Ugye a holnap utánra is már rákerült egy kis fény, délután 3-kor lesz majd itt a elérzékenyítő tímea, és még ott is tényleg nagyon jó dolgok lesznek, úgyhogy ne menjetek messzire, hanem maradjatok velünk. Aki befejezte a kóstolást, egy pár perc múlva mehet már kifelé. Mi pedig köszönjük szépen napos megtisztelő figyelmet, és holnap újra itt. Hogy csak az egész estéhez annyi gyerekek, hogy amint látjátok... Nem kell sokat tudni főzni, elég, ha tudsz pofázni. Kész.